Egy kicsit rendhagyó dologgal készültem, így az ige hirdetésnek az elején, mert hogy felnyitjuk a Bibliát, Isten igéjét, de nem egy alapigét olvasunk, és hanem más lesz az ige hirdetésnek az alapja. Most lehet, hogyha ezt valaki a Pünkösdi Teológiai Főiskoláról hallgatja, hogy ott oktattak ige hirdetést, annak homiletikát, és akkor mindig ez volt, még itt is van a könyv, nem tudom, értékű e az ige hirdetésnek egy bibliai textus az alapja. Most egy kicsit más lesz, de a Bibliából lesz valami, és akkor vajon mi ez? Sok Bibliában, az elejénben meg a hátuljában vannak térképek. És szeretnénk egy térképet megnézni veletek, és kérem Zolit, akkor vetítsük ki ezt a térképet. Ez a kivonulás és a pusztai vándorlásnak a térképe. És szerintem azért itt javarészt Biblió olvasó emberek vagyunk, tehát a történettel nagyjából képbe vagyunk. Ugye azt látjuk a térképen, hogy gyakorlatilag Egyiptom, látjátok talán a Nílus folyót, lehet, hogy a betű az apró. A képnek a bal oldala ugye Egyiptom, bal oldala teteje Nílus folyók, illetve a Nílus folyó, és ott vannak a piramisok itt volt ugye gyakorlatilag rabszolgaságba Izraelnek a népe. És aztán a pusztai vándorlásban, vagy ahogy Isten a, a, csapások által megszabadította a népet, ugye először van egy állomás, étám, az ott van a nádas tenger, vagy vörös tengernek a, a, tetején, itt a csapások után a nép az itt állomásozott, aztán, ahogy látszik, a Nádas-tengeren, vagy Vörös-tengeren, ugye amikor Mózes kettő választotta, elindul a nép, és akkor így szépen haladnak tovább, ott van Mára, ugye, ahol a keserű vízből lesz édesvíz, Élim színpusztája, színpusztába kapott nép Mannát, és Refidím, ott ugye Mózes a sziklából vizet fakasztott, és aztán sínai Hórephegy, ez parancsolatnak a helye, és sok-sok-sok-sok állomás van, igazából még a Bibliából is nagyon nehéz rekonstruálni azt az utat, hogy, hol halad ez a nép. És nagyon sok ilyen hurkot látunk, nagyon sok helyen állomásoztak, és mindennek nézzük ezt a vastag piros vonalat, és talán az a benyomás, hogy ez nem is vándorlás, hanem, hanem inkább ilyen bolyongás. És látjátok, hogy van ilyen vékony, piros vonallal jelölt út is. És igazából, hogy az emberbe fölmerül a kérdés, hogy hát van vékony, piros eh, eh, eh pirossal jelölt út, ott van Egyiptom, és ugye a képnek a, a, a jobb felső része, gyakorlatilag Kánán földje, az ígéret földje. Tehát vannak egyenes utak. És miért van az, hogy ez a nép egy teljesen más útvonalon vándorolt igazából? És nagyon sokszor szerintem mi vagyunk az életünkbe is, hogy látunk egy, látjuk a saját helyzetünket, és látjuk azt, hogy hova akarunk eljutni, és nagyon egyszerűnek tekintjük azt, hogy az az egyenes út. Azon az egyenes úton kellene mennünk. És matematikából, geometriából ugye tanultuk azt, hogy két pont között a legrövidebb út időbe is, meg távolságba is az az egyenes. És két kiterjedés nélküli pont az kijelöl, meghatároz egy egyenest. És akkor ez a vándorló izraeli nép, az még nem azokon az egyenes utakon ment? És nagyon sokszor szerintem föltesszük ezt a kérdést az életünkbe is, hogy itt vagyok a saját helyzetemben. És látom azt, hogy hova kellene eljutnom. Van egy kívánatos cél az életembe, és olyan egyszerűnek tűnik, olyan egyenesnek tűnik, hogy nem tudom, pár példát sorolni, hogy valami a munkahelyem, ha a munkahelyen megoldódna, az a célom, hogy az megoldódjon, ha minden sokkal könnyebb lenne. Ha lenne egy jó feleségem, lenne egy jó férjem, ha erre valamilyen családi kapcsolatom, az a tiszta dolog a cél. Vég lenne az iskolának, az a cél. És milyen egyszerűen elképzeljük a fejünkbe ezeket a dolgokat. Ezeket a, az egyeneseket. És talán még a szívünkben, hogy Isten felé is van egy kérdés, hogy Uram, tehát ott van Egyiptom baloldalt, Jobb fölül. Ott van az ígéret, földje, te ígérted. Tejel és mézzel folyó föld. Miért nem jutok oda? Uram, ne haragudj, mi nem világos a két pont között. És ennek oka van. És ez nem bolyongás volt, amit itt a zsidó nép bejárt, no, az Istenek az akarata szerint vándoroltak. És itt parancsolata volt, hogy ezen az úton menjenek. És három nagyon fontos okát szedtem össze, van két gyakorlati oka, meg egy lelki oka, és majd a lelki okáról szeretnék beszélni. Az első olyan gyakorlati oka, amit rögtön látunk a vándorlás ellen, Isten nem akarta, hogy ezeken a egyenes utak, ezek ilyen korván utak voltak, meg ilyen hadi utak, és Isten nem akarta, azt, hogy a nép, amikor harcot lát, és tudjátok, szervezetlen nép volt, tehát elnyomás elnyomásban, tehát amikor harcokat lát, akkor megijedjenek és visszaforduljanak Egyiptomban. A másikok, ezt nagyon sokan ismeritek meg, tudjátok, amikor először elérkeznek, az ígéret földjeinek a határára, tehát ott az edómi területtől följebb, akkor ugye Mózes kémeket küld Isten parancsára minden törzsből, hogy kémlejék ki ezt a földet. És igazából olyan hamar eljutottak, nagyon hamar eljutottak az ígéret földjére, de a kémek, akiket kiküldött Mózes, rossz hírét keltették annak a földnek, mert már tényleg az volt, amit Isten mondott, hogy teljesen, ez a folyó föld, de nagyon erős népek lakják, és ez megijesztette. Izraelnek a népet, és vissza akartak fordulni Egyiptomba. És a 40 napig voltak kint kémlelve, és Isten azt mondta erre a haragra, erre a, arra, hogy a nép nem meri gyakorlatilag az ígéret földjét elfoglalni, hogy 40 napig voltatok távol minden egyes napért, plusz egy évet kell vándorolnatok. Tehát van egy ilyen oka is annak, hogy a zsidó nép Bejárta ezt az utat. De van egy harmadik lelkióka, amiről szeretnék igazából az ige hirdetésben beszélni majd, és hogy ne botránkozzon meg senki, azért lesz mégis alapigénk a Mózes második könyvéből. Mózes második könyve 6. fejezetéből fogjuk Isten igét olvasni a második verstől a kilencedik versig. Így hangzik Isten igény. Az Isten pedig szól a Mózeshez, és mondanék ki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de az én neveme, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Szövetséget is kötöttem velek, hogy nékik adom a Kánaán földét, az ő tartózkodásuk földét, amelyen tartózkodjanak. Bohászkodását is meghallottam az Izrael fiainak amiatt, hogy az egyiptombeliek szolgálatra szorítják őket, megemlékeztem az én szövetségemről. Annak okáért mondd meg az Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkája alól, és megszabadítalak titeket az ő szolgálatjuktól, és megmentelek titeket kinyújtott karral, és nagy büntető ítéletek által. És népben még fogadlak titeket, s Istenenteké leszek néktek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok, istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz munkai alól. És beviszlek titeket a földre, amely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom azt, és én néktek adom azt örökségül, én az Úr. Eképpen szól a Mózes az Izrael fiaihoz, de nem hallgatának Mózesre a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. És főleg itt az utolsó, kilencedik versenyt szeretnék majd elidőzni, mert igazából ez a harmadik ok, hogy ez a nép a kislelkűség, meg a kemény szolgálat miatt nem hallgatott Istenre. És a kislelkűségből meg kellett, hogy változzon ez a nép, és előre el ezt poéra hogy a kemény szolgálat az én értelmezésemben azt jelenti, hogy volt egy nehéz önképe, volt egy, egy helytelen önképe, egy rabszolgának tartotta, tartott önképe Izrael fiainak. És gyakorlatilag ez az ige hirdetésemnek az üzenete, hogy a kis lelkűségből növekedés, növekedő hit kell fakadjon bennünk. És az én képünk, az, hogy a világ más a világ uh, uralma, világszolgálat alatt állunk, az kell formálódjon uh, Istennek a szolgálatára. Úgyhogy az igényhirdetésem címe, az gondolkodtam sok címen, talán ez a kis lelkűség, vagy kis hitűség és szabadulás. De Előjáróban annyit, ugye felolvastuk a második verstől a kilencedik versig ezt a szakaszt, és ami mellett nem tudok mégsem elmenni, mert egyszerűen leugrik az igéből, és muszáj beszélünk róla, Isten egy szabadító Isten. És ennek a szakasznak valahol ez a súlypontja. Isten egy szabadító Isten. És Isten, amikor azt látja, hogy van egy nép, amivel terve van, van egy nép, amivel akarata van, amivel a jövőt tervezi, rabságban van, ki akarja szabadítani a rabságból, Egyiptomnak való szolgálatból, a bűnből, a sanyargatásból, abból a nehéz körülményekből, ami ott van. És Isten fiaként veled is éppen ez a terve. Isten egy szabadító Isten, és téged is ki akar szabadítani azokból a nyomasztó körülményekből, azokból az élethelyzetekből, és egyáltalán a világnak való szolgálatból. És nagyon fontos dolog, amit a harmadik versben elhangzik, hogy úgy mutatkoztam be, mint mindenható Isten. Az eredeti itt az elsadály van, és ez tényleg mindenható Istent jelent, és a mindenható az valami, talán olyasmit tudnánk így egyszerűen mondani, mindenható, de mindenre van képessége. Mindenem van hatalma, mindenem van ereje Istennek. És ez egy nagyon erős gondolat, itt az igye, vagy nagyon erős sejt, és én vagyok a mindenható Isten, és így mutatkoztam be a te előteidnek. Bármilyen helyzetbe vagy, én vagyok a mindenható Isten, akinek van képessége arra, hogy a te helyzeteden, a te rabságodon változtassak. És azt mondja, hogy bemutatkozom most úgy, mint Jahve, és itt a harmadik, meg a, 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 a igazából itt a felolvasott igeszakaszban hét ígéret is elhangzik, nem megyek rajta végig, ez a kiszabadítalak titeket, felszabadítalak a nehéz munkából, népen teszlek, nektek adom a földet. És azzal kezdődik ez az ígéret, én Jakve, és azzal végződik az ígéret, hogy én Jakve. És a zsidó hagyományban ez miatt a Jakve név az ígéreteket beteljesítő Istent jelenti. Ez a mi Istenünk. hiszen a Isten nem változik. És az ő népének, ahogy itt Izraelbe bemutatkozott, én vagyok az, aki az ígéreteket beteljesítem, az ugyanúgy a te neked adott ígéreteket is be fogja teljesíteni. Ha Isten azt ígéri neked, szabaddá teszlek, megszabadítalak, tudd, hogy ezt az ígéreteit beteljesítő Isten mondja. És jó Zsoltárokat olvasgatni, nagyon sok bátorítás van benne, 50. Zsoltár, Ászáfnak a Zsoltára, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. Aztán énekeltük itt, azt talán pont a következő 51. Zsoltár, valamelyik énekbe, talán a legutolsóba, Dávid Zsoltára, szabadításodnak az örömét ad nekem. És Isten, élsadály, mindenható, van képessége arra, hogy téged szabaddá tegyen, és jakve az ígéreteket beteljesítő Isten, és megígéri, hogy téged szabaddá fog tenni. Amíg gondolkodtam, hogy érdekes dolog ez a ez a tíz csapás, meg, meg a, amikor Mózes meg Áron ugye mennek a fáraóhoz, és igazából próbálják a fáraót rábírni arra, hogy elengedjék. És ez nem csak a fáraó szemszögéből érdekes dolog. Mert azt gondolom, hogy nemzedékeken keresztül egy szolgaságba sínylődő izraeli nép egyszer soha nem látta addig, Istennek a mindenhatóságát. És lehet, hogy soha nem látták azt, Isten milyen hatalmas, hogy ki ez az elsadály. a mindenható Isten mi csak azt látjuk, hogy elképesztően nehéz életkörülményeink vannak, és egyre jobban szorongatnak minket. És nincsen jövőképünk, mert abszolgák vagyunk. És amikor elkezdődött a tíz csapás, akkor ez a nép, a tíz csapás, vagy amikor elkezdődött igazából Istennek a szabadító munkája, akkor ez a nép talán valamit elkezdett megérezni Istennek a hatalmából. És miért fontos ez? Mert az egyiptomnak való szolgálat az egyszerűen el lehetetlenítette Isten munkáját, Isten jelenlétét, Isten akaratát ezeknek az embereknek az életében. És ugyanez a helyzet a mi életünkben is hogy a világnak való szolgálat, meg a világnak az uralma, meg a bűnnek a leuraltsága, meg az ördögnek az uralma az életünkön egyszerűen el lehetetleníti Istennek a munkáját. És ezért ez az egyik nagyon fontos üzenetem, hogy ki kell jönnöd a saját Egyiptomodból. Mert nem fér össze az a két dolog, hogy rabszolga vagyok, a világnak a rabszolgája vagyok, szeretnék az úrnak is szolgálni, de azért megmaradok ilyen kis rabszolgának itt Egyiptomban. Hát nehéz a körülmény, de azért imádkozgatunk az úrhoz. Isten akkor tud csodákat tenni az életedben, ha eldöntöd magadba, hogy én az Úr szolgálatába állok. És ki akarok jönni a saját Egyiptomodból? Egyiptomomból? Ki akarok jönni a világnak az uralmából? Gyere ki! A te saját egyiptomodba, nem tudom, mi igazából a, a, a saját egyiptomod. Kötelezd el magad Isten mellett. Várd Istennek a szabadítását. Számíts elsadályra, minden hatóra, számíts Jehovára, az ígéreteit beteljesítő Istenre, nem mondj le arról, jó nekem ez a helyzet, ami van. Jó nekem ez az egyiptom, ami van. Ugye? Mert mit, mit ez, a, ez a nehéz szolgálat mondatja ezt az emberrel, ez az önkép. Soha nem látod meg Isten akaratát, soha nem indulsz el azon az úton, hogyha úgy döntesz, hogy végül is akkor maradjunk itt Egyiptomba. Isten egy csomó-csomó csodát tett ezzel a néppel a szabadítás kezdetén Egyiptomba és azon a hosszú vándorúton. És szóval ez a kis lelkűség, vagy rövid lelkűség, vagy kis hitűség, az oligopszühé, a szeptuaginta, így fordítja, nem tudom, hogy Héberbe, itt mi az eredeti szöveg. Ez egy, ilyen, tényleg érdekes lelki állapot, jelent egy ilyen rövid szelleműséget, hogy van némi hitem, talán a fejembe, de a szívembe annyira nincs meg, és az nép ezzel volt tele, ez egy alapvető akadály volt. És tudjátok, mi jutott eszembe, hogy Mózesnek a szerepe egy fontos dolog. Mert Mózes, bár zsidónak zsidó volt, ezt tudjuk, de Mózes nem volt rabszolga igazából. Zsidónak zsidó volt, de nem volt rabszolga, nem azt a munkát végezte, mint amit a nép nem. Volt Mózes sanyargatva, és féltek Mózest, ugye a fáró házába nevelt. És mindig arra nevelték, hogy Mózes, te népet fogsz vezetni, embereket irányítasz, te herceg vagy, van is ez a mese, pont Ildikót kérdeztem, Mózes Egyiptomnak a hercege. És ez érdekes dolog, hogy Mózes bár zsidó volt, de nem volt rabszolga. És Isten Mózesre bízta a népnek a kivezetését, a népnek a szabadítását. Mózes volt a közvetítő. És nem tudom nem észrevenni valahogy azt az új szövetségi párhuzamot, hogy ahhoz, hogy mi megszabaduljunk a rabszolgaságból, mi megszabaduljunk a bűnből, ahhoz nem emberek közül jött a megoldás. Nem az elnyomottak közül, nem a bűn hatalma alatt álló emberekből jött a megoldás. Valaki magasabb kellett. Valaki hatalmasabb kellett. És ez Jézus Krisztus volt. Jézus Krisztus kellett ahhoz, egy olyan személy kellett ahhoz, hogy aki nem áll az ördögnek az uralma alatt, aki nem rabszolgálja a bűnnek. És felülről kellett valaki. És nagyon érdekes dolog, hogy itt a zsidó népben is ez volt, hogy igazából az ige, persze látjuk ezt, hogy Mózesnek is volt egy bizonytalanság, hogy nem tudott beszélni, féltettől a feladattól. De Mózes, nem olvasunk erről, tehát ez az ige, az alapigénk, ez a nép, népről szól, a nép volt kicsinyhitű. És ez nagyon furcsa, nagyon érdekes párhuzam számomra, hogy egy rajtuk kívülálló, fölülálló ember hozta a szabadítást. És ez így van az új is. Jézus Krisztus, az emberen felülálló, valami mennyei dolog hozza e, a szabadítást. És fel kell ismerni, hogy az életedben szükséged van valami emberi szinten megvalósíthatónál többre. És nem akarom leszólni, mert mondom, most lehet, hogy a PTF-nél a gyufát, nem akarom leszólni az ilyen képzéseket. Ráadásul nagyon kedves tanárom tartja ezeket, amikor emberek próbálnak téged rávenni, hogy hogyan lehetnél hatékonyabb, hogy, lehetnéd, hogy igazgathatnád jobban az életed, a vállalkozásod, munkádat. Meg van egy csomó ilyen tanácsadó, meg szaklap, meg véleménycikk. Ez minden emberi szintből táplálkozik. És most az Ószövetségben látjuk, hogy az emberi szintből, a rabszolga szintből nem működik a szabadulás. Az emberen kívül, az emberen felülálló dolog kell ahhoz, hogy téged szabaddá tegyen, valami mennyei kell. És ez volt Jézus Krisztus. És az is érdekes dolog, hogy nyelv, Máté egybe az angyal azt mondja Józsefnek, hogy Jézusnak nevezd. És ott elkezik, hogy miért kell Jézust, Jézusnak nevezni. Nevez nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét. És Jézus Krisztus, a Te szabadítod ma. És próbálkozhatsz emberi szinten, biztos van ennek valamilyen hatásfoka az életünkbe. Valami rajtad felülálló, valami mennyei kell ahhoz, hogy szabaddá legyél. Megszabadulni, ez egy dolog. Szabad lenni az egy dolog, ez is a munkája egyébként, az nem az embernek az erőfeszítés, az embernek adnia kell hozzá magát. De mi van ezzel a kis hitűséggel, meg mi van ezzel a, a, a kemény szolgálattal? És hogy a harmadik lelki okról beszéljek igazából, és lehet, hogyha visszatesszük a térképet egy pillanatra. Köszönöm akkor olyan könnyen azt gondolnánk, vagy elsőre ránézni, hogy tényleg miért nem lehetett egyenes vonalon menni. Két hét alatt elértek volna ezek az emberek, a, a, a szabadult Izrael, Egyiptom földjéről, az ígéret földjéről, és 40 évig tartott. És tehet, hogy tényleg nagyon furcsa dolog ez, hogy miért, mire, mire ment ki ez az egész. Én azt gondolom, hogy ez a kis hitűségnek a megváltoztatása miatt volt. És az a benyomásom, hogy Isten nem minden esetben visz minket A pontból, B pontba, a legrövidebb útvonalon, mert Isten nem csak a cél érdekli, nem csak a végcél érdekli, hanem a te belső átformálódásod is. Isten nem csak az érdekli, hogy neked hol lesz jó, mert látjátok, igazából úgy tűnik, hogy amikor ez a nép a rabszolgaságból kiszabadul, és mondjuk van egy áhított hely, itt nyomorúság van, ennyire így látjuk sokszor a dolgainkat, itt nyomorúság van, itt nehéz körülmény van, hát ott meg ott van az ígéret. Fölgy ráadásul Isten mondja, a teljel és mézzel folyó föld, és ott voltak. És tudtak élni ezzel a lehetőséggel? Nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel. A kicsiny hitűség miatt. És lehet, hogy sokszor látjuk ezeket a megoldásokat az életünkben, hogy csak, csak óram, te ott, ott van az a cél, szeretnék odaérni. De Isten nem csak a végcéloddal, nem csak a célodban érdekelt, hanem a belső átformálódásodban is. És Isten azt szeretné, hogy mi magunk, a szívünk, meg a lelkünk, meg a gondolkodásunk, meg az egész életünk, az egyre inkább elkezdjen hasonlítani ő rá, hogy mi bennünk ez a kis hitűség, ez egy növekedő hitté alakuljon át. És miért mondom ezt, hogy szerintem ez a, ez a válasz erre a 40 éves pusztai vándorlásra, a Mózes 5. könyvéhez lapozunk, és a 8. fejezetet ö, megnézzük, akkor Isten magyarázatod erre, hogy miért, mire ment ki ez a 40 éves vándorlás. Mózes 5. könyve 8. fejezet, második vers. Emlékezzél meg, az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendég a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, és féljetek, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vagy megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. És megsanyargatta téged, és megéheztette, azután pedig enned, Adám, a mannát, amelyet nem ismertél sem te, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából uh, származik. És ez a kulcs, Isten arra volt kíváncsi, hogy ennek a vándorló népnek mi van a szívében. Hogy ennek a vándorló nép, és ez, szerintem ez nem egy ilyen mintavételezés volt, hogy na, letelt a 40 év, akkor most megnézem, mi van a szívedben. Hanem, hogy a szívük ezeknek az embereknek hogy formálódik át. Hallgatnak-e Istennek a szavára? Fontos-e Isten annyira, hogy az életük központja, és megtartják-e a parancsolatait? Vagy azt mondják, hogy Uram, én megmaradtam ebbe a kisítőségbe, tudom, hogy vannak parancsolataid, de nem tartom meg. Isten arra volt kíváncsi, és ez a 40 éven át tartó kerülő út erről szólt. Nem csak a célról, hanem ezeknek az embereknek az átformálódásáról, hogy ebből a kicsi hitűségből növekedő hit legyen. És Isten nem arra kíváncsi, hogy mi van a testedben. Nem arra kíváncsi, hogy fizikálisan képes vagy-e kiállni a próbákat. Nem arra kíváncsi, hogy mentálisan vagy erős az élet kihívásaival e, e, szemben. Isten meg akar tanítani a benne való bizalomra. Isten az életedbe egy növekedő hitet szeretne látni. És erről szól igazából ez a, a, a 40 év vándorlás. Folyamatosan látjuk e, itt ezeknek a... a vándorló zsidóknak az életében, hogy persze, hát ez nem volt egy könnyű dolog azért, és az én kijövök Egyiptomból, és akkor kisítő vagyok, de mit nekem a próba? Már nem, azt olvassuk az írásba. Erre vállalóan panaszkodtak. Nincsen víz, nincsen élelem, erős az ellenség, nehéz az egész vándorlás, lehet, hogy ez az egész hazugság volt Mózes, de csak azért hoztál ide minket, hogy meghaljunk, elbizonytalanodtak még a célba is te nem egy egyszerű dolog, benne lenni ö, nehézségbe. És bármilyen is legyen a körülményed, próbálj meg a hitre támaszkodni. Mert én azt látom, hogy vagy a hited győz, vagy a világ győz le téged. És állj rá a hitre. A hit le fogja győzni, Isten le fogja győzni a nehézséget, azokat a dolgokat, amelyet szemben nézel. Isten legyőzte, Jézus Krisztus legyőzte a világot. És azt is látom ebben, hogy ez a megjelenő félelem, ami állandóan ott volt a kihívások, az, hogy meggátolta Istennek a munkáját ezeknek az embereknek az életében. Egyszerűen ez a kicsiny hitűség, amikor szemből jön a probléma, ez egy folyamatos gát volt abban, hogy Isten útján, Isten akaratában járjanak. A kicsinyítőség akadálya annak, hogy te megtedd azt, amit Isten akar a te életedben. És nagyon sokszor, a, ez, ez, ez lehet, így gondolkodtam, hogy sokszor mi is, a, ahogy megéljük a hitünket, talán a végcélokra figyelünk túlnyomó többségébe. Talán az érdekeinkre figyelünk legtöbb esetben, és érdekes dolog az érdekek, meg az értékeknek a különbsége. Mert Isten azt akarja, hogy ne csak érdekeid legyenek, hogy eljuss ápol b-pontba, hanem hogy értékeid is legyenek. Hogy ne csak érdekeid legyenek a földi életre vonatkozóan, hanem mennyi értékeket ruházál föl az életedben. És Isten követőjének lenni, tanítványnak lenni, meg Krisztusinak lenni, az azt gondolom, hogy sokkal inkább az értékekről szól, mint az érdekekről. És Látok, lehet, Isten tényleg túl sokszor használjuk az érdekeinkre. Majd egyszer figyeld meg az imáidat. Hányszor imádkozol, én földi dolgokért. Hányszor imádkozol a végcélukért, uram, Kánoán földje, földje, meg amiket soroltam. A munkahelyem, a betegségem, ezzel a kattéret között nem, hogy félreértsetek, ezek teljesen biblikus dolgok. Hogy Istenhez odamész a te helyzetedre, erről is beszéltem, a nyomorúságoddal oda mehetsz Istenhez. A betegségeddel oda mehetsz Istenhez. Jézus maga mondja, hogy kérjetek az én nevemben. Tehát amikor az érdekeinkért imádkozunk, az egy teljesen helyén való dolog. De a örök élet távlatában a mennyi értékeknek a felvétele azt szerintem hát ez egy sokkal fontosabb dolog. És a kereszténység sokkal inkább a, a mi hitünk, a sokkal inkább a mennyei értékeknek a felvételéről, Krisztus képűségéről szól, mint arról, hogy érdekekért imádkozzunk. És gondoljatok bele Jézus Krisztusba, pillanatra. Tudjátok, vannak mindig ilyenek, hogy biztos ismertek ilyen érdekembereket. Valahogy minden dolgot arra ki, hogy a végén jól járjon. És úgy igazgatja a dolgokat, hogy, hogy mi magára gondos. Most nem azt mondom, tehát az, az érdekek hogy lehetnek jók, meg rosszak, meg teljesen természetes, hogy embereknek van alapszükségleteik, és az érdekekre is figyelni kell. De ezért tudjátok, vannak ilyen érdekemberek. És hogy bele, hogy Jézusnak milyen földi értelembe vett, érdekei voltak. Hát nem tudom, nekem az evangélium, nem egy ilyen karakter jön ki. Nem egy olyan karakter jön ki Jézusból, aki, hát figyelj, ez volt az érdeke, meg az volt az érdeke, így igazgatta a dolgokat, meg úgy igazgatta, egy érdeket tudok elképzelni, az, hogy az a atya akaratát képviseljed. Mennyivel inkább voltak Jézusnak értékei. Mennyivel inkább tanított Jézus értékekről, értékeknek a felvételéről. Érdekek és értékek. Meg kell értenünk azt, hogy azok a kerülő utak, amiket bejárunk, amik elsőre nagyon egyszerűnek tűnnek, azok lehet, hogy sokszor földi dolg, és Istennek van egy nagyobb terve. Istennek van az a terve, hogy a te életedben e, e, dolgozzon. És ez a két dolog összefügg, ezt látom a pusztai vándorlásból. Isten csak célon akar téged látni, hanem akarja látni a te átformálódásodat is. E, hallgattam a Tim át, tudjátok ő a... E, itt volt tavaly Magyarországom, Tavaly előtt már két évet él, nagyon szalad az idő. És most ugye New Yorkban egy pásztor, és tartott ilyen fiataloknak, meg szingliknek egy előadást, és elmesélte azt, hogy Isten azt nagyon régóta a szolgálja Istent, és Isten azt kérte tőle, hogy adja neki a tízes éveit, tehát a, a, a tinédzser korát. És azt mondta, uram, én neked adom a, a tinédzser koromat. És hogy akkor a Isten azt mondta neki 20 éve elején, hogy kérem tőled a 20 éveimet. És mondta, uram, hát, hát azért vannak terveim. Szeretnék családot, szeretnék feleségét. És Isten azt mondta, hogy szeretném elkérni a 20 éveidet, beállj abba a szolgálatba. És nagyon nem tetszett neki. És meséli, hogy volt Romániában egy ilyen evangelizáció, és jött vissza, akkor még Detroitba lakott, és azt mondja, hogy Ánné, és szolgáld, zsibaszt a dolgot, és egyedül megy haza, és azt mondja, ura Uram, melegen van ebből, miért vagyok egyedül? Biztos nagyon könnyen elképzelte a célt, uram. mert hát az a megoldás az értem, most így érzem, hogy én legyen egy feleségem. És ment Detroitba az autópályán, és mondta, hogy gyakorlatilag olyan életkörülmények között ez egy, ez egy szolgálat volt, és volt egy nagyon régi kis vacak hondája, tudjátok Amerikában van, mondta, hogy három sebességes és ugye ott tényleg volt ilyen automat, váltós autók, három sebességes, nagyon régi, és már is ezen gondolkodik, hogy de ura, miért nincsen valaki? És meglát maga előtt vadi új Jeep e, 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 siroki autót, benne hátulról egy hosszú szőkehajú valakivel. És nézi, hogy van kint az autó hátulján egy ilyen Jesus matrica. Jura. Hát akár lehetne a feleségem is. És mondja, hogy imádkoztam, hogy ezek a démon autók tűnjenek el innen. És válasz szét itt az utat, mint Mózesnek a vörös tengert. És azt mondja, hogy hát ezt, ez, ez muszáj bejátszani. És mondja, hogy eltervezte, közelér, leengedi az ablakot, Amerikában van valamilyen keresztény rádió, jól fölhangosítja, majd szólnak a dicsőítő dalok, és mennyire minden megoldódna. Milyen csodája lenne, mennyire olyan bizonság lenne ez, amiről lehet beszélni. Ez úr hogy megszabadított? Feengedi az ablakot, melléért, tényleg eltűnnek az autók. Már szólna oda, hogy pásztor vagyok, Jézus. És fiatak, oda néz rá egy valaki, egy szőrös arcú borostás férfi, akinek szőke hosszú haja volt. És azt mondja, hogy azt a csalódottságot elképzelni nem tudja. És ilyenek sokszor a mi céljaik, hogy uram olyan egyszerű lenne, uram, ha bevinnél Egyiptom földjéről, Kánán földjére két hét alatt, ha hát mekkora bizonyság lenne, mekkora szabadítást végeztél el. És mennyire szól ez? Nem az érdekekről, hanem az értékekről. És, és nem tudom, van itt egyedülálló, mert nem, nem, nem ez az igényhirdetésnek a témája, de amíg az ember egyedül van, lehet azon, hogy nekem az, az lenne az érdekem, hogy legyen valakim, és akkor az ember nagyon könnyen az érdekén gondolkodik. Nem jó egyedül, az lenne, az lenne nekem jó, ha lenne valakim. De az egyedülállóságnak az időszaka sokkal inkább, az igazi vállásról szól. Az értékeknek a, a felvételéről. És mennyire mennyire ilyen ez a sztori is. És azt mondja, hogy kivárta, megérte kivárni. 33 éves korában nősült meg aztán a Tindilana, De ő ott volt egy ilyen kohóba. És ott vagyunk sokszor mi is. Saját élethelyzetünkkel. És olyan egyszerűnek látjuk azt. És lehet, hogy még vannak jelek is. Talán példabeszédek. 14, 15-ben van. Van olyan út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. És van olyan út, amely egyenesnek látszik, amely könnyűnek látszik, ahol a célra fókuszálsz. De Isten azt akarta a nép életében látni, megvizsgálni, hogy a szíve milyen irányba mozdult el. Hogy az a kicsiny hitűség, amivel össze nem hallgattak Isten szavára, az megváltozik el. Az egy növekedő hitnek indul el. És csak egy utolsó gondolat ehhez a kemény szolgálat, ez itt az alapigében, 2 Mózes 6-9-ben, hogy tényleg mit jelent ez a kemény szolgálat? Szerintem, ahogy mondtam is, ők elhitték, hogy mi egy leuralt rabszolgák vagyunk. Ebből a helyzetből nincs is kiút. Mózes, mondhatsz te bármit, a körülmények megfolytják Istennek a szavát. És az volt bennük, hogy én egy kicsiny hitű, rabszolga ember vagyok. Lehet nekem jó is az, hogy kiszolgálnak engem Egyiptomba. Igaz a szolgálat, meg a munka az nehéz, de igazából semmiért nincs felelősségem. Elvégzem a munkámat, megteszem, amit tudok, és uralkodnak rajtam, elfogadom ezt a szerepet, és aztán panaszkodok tovább, és majd az életnek valahogy vége van. De Istennek volt egy terve ezzel a néppel. És a tervét végre akarta hajtani. És lehet, hogy te is úgy állsz sokszor, hogy beleragadtam egy élethelyzetbe. És van egy olyan én képed, hogy ebből soha nem is fogok megváltozni. Soha nem is fogok kijönni. Én Leuralt ember vagyok, ez meg, ez meg ez a dolog miatt, vagy talán ez meg, ez meg ez bűnök miatt. Én Leuralt ember vagyok. Istennek volt terve. És Isten ebből a nehéz kemény rabszolga munkából ki akarta szabadítani a népet. És figyeljetek, sokkal több van benned. Mint gondolnád. Sokkal több van benned Isten által, mint amilyennek most tartod magad. De el kell, hogy kötelezd Isten iránt magadat. Oda kell adnod az életedet Jézusnak. És egyre több dolgot felszámolni az életedből. A kemény szolgálat, az önértékelés, azok a dolgok, amik ott vannak a jelenetben, vagy a múltadban, ezekből Isten akar szabadulást adni. Ebből ki akar hozni? És Isten, a szabadító, Isten. És nem akarja, hogy te rabszolgálnak tartsd magad. Nem akarja. Rosszul esik Istennek, hogy téged a világuralma, bűnuralma valami fogva tart. És nem akarja, hogy a világ uralkodjon ajtod, hanem Isten akar lenni a te urad. Szalad az időnk, és úrvacsorázunk is. Hallgass Istennek a szavára az, az alapprobléma az az volt, hogy nem hallgattak Isten a szavára. kicsiny hitűek voltak. És nehéz volt az a munka. Én kívánom, hogy értékeld át azokat a helyzeteket, amiben benne vagy. És ne csak arra fókuszálj, ha ott lennék. Ha az életemben ez meg amaz a dolog nem lenne, sokkal boldogabb lehetnék. És lehet, hogy Isten elhozza neked ezt a szabadítást ma, lehet, hogy elhozza később, és lehet, hogy a 40 évből most a 13-nál jársz, és 17 még vissza van, 27, nem mondok semmit, más, más egyetemek is visszakérnek majd papírokat. Próbáld meg Isten igényére Isten szavára hallgatni. És szándod a magad, amíg Egyiptomba vagy, amíg a bűnnek, világnak a reuraltságába vagy, de Isten nem tud az életedben. Te ez a két dolog kizárja egymást. És kívánom, hogy induljon el növekvő hit az életetekben. Kívánom, hogy gyerek ki a világ abból az én képből, amit, ami valahogy kialakult benned. És gyertek, imádkozzunk, álljunk fel. Menjen, Atyám, köszönöm, hogy a Te igéd az életet hoz. Köszönöm, Atyám, azt, hogy a Szent Szellem megeleveníti az igét számunkra. Atyám, én szeretném, hogyha a Te igéd valóban meg tudnánk hallani, a Te igédet meg tudnánk érteni, a Te igédet az életünkre alkalmazni tudnánk, és ezek ne csak ilyen szép gondolatok legyenek, hanem valódi változás indulna el, Atyám, az életünkben. És látod azt, Atyám, hogy milyen dolgokkal kapcsolatban vagyok, én is még kicsiny hitű. Mik azok, amik megfélemlítenek, mik azok az aggályok, amik ott vannak benne, De, atyám, és nem is tagadom azt, hogy ott van bennem félelem, hogy ott van bennem aggály, atyám. És lásd meg azt a kicsiny hitűséget bennem, atyám. És adj hitet. Atyám, én hitért imádkozok. Én növekvő hitért imádkozok, atyám. Nem azért imádkozok, hogy földi dolgaink azok azonnal megváltozzanak, azok azonnal készen legyenek, atyám. Hogy minden probléma azonnal elháruljon, atyám. Mert látom a tégedből, hogy szívnek az állapota fontos. Atyám, és azt kérem elsősorban, hogy a szívemmel foglalkozz. Foglalkozz, atyám, a mi szívünkkel. És lásd meg, atyám, azokat, helyzeteket, ami benne vagyunk. Légy segítségünkre, legyél a te erősségünk, atyám. Legyél a te bátorságunk, atyám. Hadd tekintsünk föl. Sokszor olyan könnyen a problémának a, a, a börtönében élünk, a nehézségnek a börtönében élünk, atyám. Növeld, ezt a kicsiny hitűséget, atyám, cseréld le, ezt a kicsiny hitűséget, atyám, cseréld le az életünkbe, a világnak az uralmát, atyám. Legyél te, úr az életünkben, és növeld, atyám, a mi hitünket. Amen.